Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma május 18-a, Bódog és Erika napja van. Ma van a múzeumok nemzetközi napja. 1804-ben Napóleont Franciaország császárává koronázták. Most lássuk a ma legfontosabb történéseit, először csak röviden. Holnap tárgyal a kormányalakításról a szerb államfő és a szerb haladó párt elnöke. A Prosperitáti Alapítványnál az első kiírásban beérkezett pályázatok elbírálása a végéhez közeledik. Bőrcsomósodáskor miatt tilos a szarvasmarha és a marhahús behozatala. Észak-Bácskában nincs annyi menekült, mint amennyi tavaly volt. Éjszakánként lehet kisebb csoportokban bevándorlókat látni. Holnap beszél a kormány megalakításáról Tomislav Nikolić, szerb államfő, és Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt vezetője, jelenlegi miniszterelnök. Az áprilisi választásokon a Vučić által vezetett lista 131 mandátumot szerzett a 250-ből. A kormányalakító személyét az államfő jelöli ki a választási eredmények alapján. Alekszandar Vučić többször is elmondta, hogy még senkivel sem beszélt a kormány összetételéről, de felvetette, hogy lehetséges, hogy egy minisztériummal kevesebb lesz, és személyi változások is történnek majd. Várhatóan június első napjaiban alakul meg a tartományi képviselőház. Kedden érkezett meg hivatalosan is a képviselőház elnökéhez a tartományi választási bizottság jelentése a voksolás végső eredményéről. Pásztor István házelnök számára 3 nap áll rendelkezésre, hogy meghatározza az alakuló ülés időpontját. A képviselőháznak az eredmények készhez vételétől számított 30 napban fel kell állnia, tehát június 4-éig a tartományi parlamentnek meg kell alakulnia. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatja az első kiírásban érdekelteket, hogy a 2413 beérkezett pályázat elbírálása minden területen befejezéséhez közeledik. A 10 kiírt terület közül 4-ben már megtörténtek a szerződéskötések. A fóliasátrak esetében holnap lesz az aláírás. A házvásárlások pályázatait már felterjesztették a budapesti döntéshozókhoz. A tenyészállatokra és öntözőrendszerekre megjelent pályázatok feldolgozása még tart. A mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzése, illetve a mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzése területén is a végéhez közeledik a szakmai értékelés. A Prosperitáti Alapítvány számára fontos az átlátható működés és elbírálás, ezért az egymástól függetlenül működő szakértőköz több körben kerülnek oda a pályázatok, mégpedig úgy, hogy ugyanazt a pályázati anyagot több szakértő pontozza, írja az alapítvány sajtószolgálata. Továbbra is tilos behozni Szerbiába a bolgár, görög, török és macedón eredetű szarvasmarhákat és marhahúst, mert ezekben az országokban felütötte fejét a bőrcsomósodáskor. Országunkban szigorú élőállat behozatalra és tenyésztésre vonatkozó szabályok uralkodnak, ezért nincs fertőzés veszély, mondják a szakemberek. Mintegy 60 hízóbikát tenyészt a bajmoki Simon Mário. Azt mondja, már borjú vásárláskor nagy figyelmet fordítanak arra, hogy megbízható helyről, teljes egészségügyi dokumentációval ellátott állatokat vegyenek. A nevelést pedig szigorúan ellenőrzött körülmények között végzik. Minden állatnak megvan a papírja, utána rendes állatorvosi ellenőrzés van. Mikor eljönnek, akkor figyelik körülbelül egy hónapig rendesen jön az állatorvos, akkor figyelőket, hogy betegek-e vagy nem. A Bulgáriában, Görögországban, Törökországban és Macedóniában fejét felütő bőrcsomósodáskor csak a szarvasmarhákra veszélyes. A bőrnek a csomós, göbös gyulladásával jár, tehát mondjuk ilyen újnyi csomók alakulnak ki a bőr alatti kötőszövetben, főleg a nyirokcsomók tájékán kezdődik először, és utána tovább terjed, leginkább a test előső felülete érintett, a váll, nyak, az áll alsó részének a bőr gyulladása jelentkezik. Szerbiában nagyon szigorú feltételek mellett lehet élő állatot behozni. A nyomonkövetési rendszer pedig kiküszöböli azt, hogy fertőzött állat kerüljön az országba. Szerbiában nincs bőrcsomósodáskor. A fertőzéssel határos országrészekben azonban szigorúan ellenőrzik az állatállományt. Környékbeli hatósági állatorvosok fokozott figyelemmel kísérik ennek a betegségnek az esetleges megjelenését, és hogy nehogy tovább terjedjen, ezért óvintézkedések vannak bevezetve. Tehát az összes
terepen dolgozó állatorvos ki van értesítve, hogy hogy is néz ki ez a betegség, és hogy hogy tudja felismerni. A szerb mezőgazdasági minisztérium betiltotta a bolgár, görög, török és macedón eredetű szarvasmarhák és marhahús behozatalát. Az országon keresztül még csak nem is szállítható szarvasmarha vagy marhahús az említett államokból. Már csak két napig tart Újvidéken a mezőgazdasági vásár, többnyire az üzleti kapcsolatok kialakítása és a szakmai útmutatók dominálnak. A vásár idei partnerországa Olaszország, az ottani szakemberek főként a gyümölcstermesztés terén adnak tanácsokat az itteni gazdáknak. A fiatal gazdákat érdeklik az újítások, a korszerű technológiai megoldások. Követni tudjuk a fejlődését a technikának itt, és látni is tudjuk, vagy tapasztalni is, hogy mit fejlesztettek tavaly óta, mert hogy tavaly is, hogy itt voltunk, és nagyon elrugaszkodott a technika. A kiállított szarvasmarhák nagy dobra kerültek. A tejtermelő gazdák, ha van pénzük, bővíthetik állatállományukat. Néztem, hasonszőket az Ausztriából hoznak be, csak az a baj, minimum 13-at meg kell venni. De hát ilyen tejár mellett nem merek dönteni. Mert indig lefelé megy a tej, nem főfelé. A vásár idei partnerországa Olaszország. A külföldi szakemberek a gyümölcstermesztésben mutatnak útmutatót a hazai gazdáknak. Gianluca Pazi, Szerbia kiviteli lehetőségére hívja fel a figyelmet. The Vojvodina region is for sure very adapted for this kind of cultivation, and you have to focus your attention on the export to Russia for sure, because it could be the most interesting market for your material. In any case, you can cultivate without problem or less in all part of Serbia. Magyarország több mint 40 vállalattal képviselteti magát az újvidéki rendezvényen. A kínálatból nem maradt ki a turizmus sem. Folyamatos fejlesztés történik, mint a fürdőhelyeken, mind az egyéb kulturális, akár a szegedi szabadtérit említeném, vagy a gyulai várszínházban. Minden nap van újdonság, egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy most ez megváltozott mától, hanem egy folyamatos fejlesztés eredménye. Az Újvidéki Agrár Expón több szakmai konferenciát tartottak a termesztés technológiai megoldásokról, holnap pedig a Magyar Szakmai Napon a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről lesz szó. Lényegesen kevesebb menekült haladt át a Szabadka környéki falvokon az elmúlt hónapban, mint korábban, közel sem hasonlítható össze a helyzet a fél évvel ezelőtti időszakhoz, amikor naponta több száz menekült vonult át Hajdújáráson és Királyhalmon. Horgoshoz közel, a fizikai határzár mellett azonban jelenleg is mintegy 150 migráns tartózkodik. A királyhalmiak nem találkoztak menekültekkel az elmúlt napokban. Kisebb csoportokat ugyan látni lehet, de ők gyorsan tovább indulnak a magyar határ felé. Nincs annyi menekült, mint amennyi tavaly volt, de sajnos még mindig előbukkannak. Ennek nem nagyon örülünk, kint az elhagyatott tanyákon lehet erre-arra látni őket, ahol nem laknak, azokba a házakba. Bő fél évvel ezelőtt naponta több száz migráns vonult itt el Királyhalom határában. Most azonban beszéltünk néhány gazdálkodóval, akik azt mondták, hogy nem jellemző a nagyobb csoportok vonulása a területen, hiszen nem hagynak maguk után szemetet, illetve nem található meg az a szemétmennyiség, ami korábban tapasztalható volt itt. Az ősz folyamán a termésben is kárt tettek, most azonban bizakodnak a gazdák, hogy idén nem kell a tavalyhoz hasonló menekült áradatra számítani. Palicson ott talán jobban voltak, egy hete ott találtam nyomokat, még elég jól letaposták a keléseket. Hát most nem tudom, arra talán nincs még a nagy kerítés, csak ez a NATO háló, és lehet, hogy az oka. Tavaly az viszonyítva sokkal kevesebb jár erre, itten rajtunk keresztül. Tavaly nagyon nagy volt a mozgás. Ruhákból és pokrócokból épített sátortábor, tűz mellett melegedő menekültek fogadták stábunkat a magyar határ mellett. Ott jártunkkor éppen ételt és meleg ruhát osztottak a segélyszervezetek illetékesei. A szerb-magyar határ közvetlen közelében a határkerítés mellett szerdán délután mintegy 100-150 migráns tartózkodott. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkatársai folyamatosan élelemmel, illetve ruházattal látják el őket. A táborban tartózkodók abban reménykednek, hogy megnyílik a kapu Magyarország felé.
mint mondják, nem ok nélkül indultak el otthonukból. A lot of reasons, good things and bad things. Also because the good thing is this, we had in Afghanistan a lot of problems. This way problem is better than to Afghanistan because we cannot go to university schools freely and also we don't have peace in Afghanistan. Humeidet a szülei és testvérei várják Németországban. Szeretné folytatni tanulmányait, amelyeket Afganisztánban elkezdett. I was a journalist too. So I completely I didn't finish my university. So I was studying journalism faculty during my studies. I was working too with the news agency. Az ENSZ illetékesei elmondták, a határ melletti táborban napi rendszerességgel legfeljebb 200 menekült tartózkodik. A jó idő beköszöntével egyre több illegális migráns érkezik Olaszországba, Líbia felől, nagy üzlet az embercsempészés. Az Interpol jelentése szerint tavaly a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb ága volt a drog- és fegyverüzlethez hasonlóan. Közben migránsok egy kisebb csoportja felgyújtotta a lampedusai befogadótábor egy részét, a gyújtogatókat elfogták a rendőrök. Sűrű füst tódult ki hajnalban ennek a lampedusai befogadótábornak az ablakain. A helyszínre érkező tűzoltók nagy erőkkel próbálták meg eloltani a lángokat. Egyelőre úgy tudni, hogy négy migráns szándékosan gyújtott fel több matracot az egyik hálóteremben. A kiérkező rohamrendőröknek sikerült letartóztatniuk az elkövetőket. Az itt elszállásolt több száz menedékkérőnek még éppen időben sikerült elhagyni az épületet, így senki sem sérült meg. Az olaszországi Lampedusa kevesebb mint 100 kilométerre fekszik Afrika partjaitól, így ez a migránsok első állomása. Az elmúlt két évben 320 ezer ember érkezett ide. A bevándorlók korábban már kétszer is megrongálták a befogadó központot, amiért a hatóságok nem engedték tovább őket Európa belseje felé. Dél-Olaszországban napok óta 20 fok felett van a hőmérséklet, ami kedvez az embercsempészeknek. A jó időben ugyanis egyre többen indulnak útnak különböző lélekvesztőkön Líbia felől. Az Európába érkező migránsok mintegy 90%-a veszi igénybe az embercsempész hálózatok segítségét. Az Európol felmérése szerint a bűnbandák tavalyi bevétele a 6 milliárd eurót, azaz 2 billiárd forintot is elérhette. És ez még csak a kezdet, hiszen a kutatás szerint mintegy 800 ezer ember várakozik még az átjutásra, csak Líbiában. Az Európai Rendőrségi Együttműködési Szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a határellenőrzések megerősítése miatt új migrációs útvonalak jöhetnek létre, ugyanis az embercsempészek gyorsan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Macedónia például az elmúlt két hónapban 12 ezer ember toloncolt vissza Görögországba, többségük ezt követően Albánián keresztül kísérelte meg a továbbjutást. Egyszerűen bármi megtörténhet. Lehet, hogy engem át tudnak csempészni Macedóniába, de ha elkapnak a rendőrök, visszatoloncolnak ide. Aztán valaki elvisz Albániába, aki lehet, hogy szerb kereskedő. Nem tehetünk semmit. Panaszkodott ez a damaszkuszi férfi. Az elemzők szerint, ha Európa lezárja határait a migránsok előtt, népszerűbbé fog válni a hamis dokumentumokkal történő légi utazás. Ez viszont tovább rontaná a repülés biztonságot. Véget kell vetni a hónapok óta fennálló esztelen állapotnak, nyilatkozta az MTI-nek a magyar külgazdaság és külügyminiszter a migránskérdés kapcsán. Szijjártó Péter az Európa Tanács szófiai külügyminiszteri ülésén elmondta, az elmúlt hónapok eseményei azt bizonyítják, hogy Európát teljesen felkészületlenül érte történelmének a legsúlyosabb kihívása. És ez azzal járt, hogy növekedett a terrorfenyegetettség és jelentősen romlott a közbiztonság. Mint fogalmazott, fontos feladat véget vetni annak az esztelen helyzetnek, hogy Európa határain úgy lehet ki és bejárkálni, ahogy a kénye kedve tartja naponta több ezer embernek. A macedón parlament mai rendkívüli ülésén elhalasztotta a június 5-ére tervezett előrehozott választásokat, számolt be róla a vesti.mk szkópjai hírportál. A törvényhozás módosította a választási törvényt, így vált lehetővé a választás elhalasztása, a voksolás új időpontját azonban nem jelölték ki. Macedóniában már másodszor halasztották el az előrehozott választásokat, amelyeket az eredeti tervek szerint április 24-én kellett volna megrendezni. Az előrehozott parlamenti választás a két éve tartó belpolitikai válságot kellene, hogy megoldja. A június 5-i megméretetése azonban csak egyetlen párt, a kormányzó jobboldali belső macedón forradalmi szervezet, Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja adta át választási listáját. Nézzük, mi lesz még a híradóban.
Kisebb krátereket kell kerülgetni az autósoknak, akik Zenta felé utaznak Szabadkáról. Pénteken láthatja a közönség a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának új bemutatóját. A Magyar Nemzeti Tanács a népesedési akciótervének megvalósítását a közeljövőben átruházza a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére. Ezután az egyesület feladata lesz, hogy az általuk hozott új program alapján javítsák a vajdasági magyar demográfiai mutatókat. Ehhez a szükséges támogatást az MNT biztosítja. A 2011-es népszámlálás szerint Vajdaságban 251.136 magyar nemzetiségű ember él. Ez a szám mintegy 40 ezerrel kevesebb a 2002-ben összeírt magyarok számánál. Ennek fő oka a negatív népszaporulat és a magyarajkú fiatalok elvándorlása. A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervének pont az volt a feladata, hogy ezt a tendenciát megállítsa. A programot azonban várhatóan most hatályon kívül helyezik, és egy új terv megvalósítását a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségére bízzák. Népesedési akcióterv, illetve az általunk megfogalmazott cselekvési program között ugye a nagy különbség az, hogy eddig az akcióterv szerint a Magyar Nemzeti Tanács vállalta magára, hogy tulajdonképpen ezt az egészet koordinálja. De mivel ez nem tartozik az a négy cselekvési terület közé, amivel az MNT ugye föl van hatalmazva a törvény alapján, így ezt gyakorlatilag átruházza a Vancsesre. Ez alapján a jövőben a Vancsesz és partner szervezetei próbálják megvalósítani a cselekvési tervet, amelyben 9 területre felosztva sorakoztatták fel a program elemeit. Vannak olyan területek, amelyekkel bővítettük, elsősorban az oktatás-nevelés terén, másosorban pedig az egyes kategóriáknál olyan intézkedéseket is megfogalmaztuk, amik korábban nem voltak, például az alkotószellemi neveléssel kapcsolatban az oktatásnál. A Vancsesz népesedési és családgondozási cselekvési terve alapján nagyobb hangsúlyt fektetnének az oktatásra, vagyis a családbarát nevelésre. Az egyesület továbbá sürgetni azokat az önkormányzatokat, akik még nem fogadták el a népesedési akciótervüket, hogy ezt mielőbb tegyék meg. Ennek megvalósítása érdekében munkacsoportokat és pénzalapokat hoznának létre. Biológia szakos tanároknak szervezett ma továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Szó volt a tankönyvekről, a záróvizsgáról és a biológia versenyekről is. A pedagógusok megismerhették az MNT oktatási portálját, a részvételről pedig tanúsítványt kaptak. A továbbképzésen Hulló István, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója tartott előadást a természetvédelmi értékekről. Egyébként a tájra jellemző erdőszép, tehát pusztai élőhelyek teljesen visszaszorultak. Szabó Gábor, szabadkai biológia tanár szerint korábban kellene kezdeni a gyerekek környezettudatosságra nevelését. A környezetvédelem az egy állandó és egy nagyon fontos dolog a biológiával kapcsolatban, és ezt talán kicsit jobban és hát gyakrabban belevinném a biológiai tananyagba már 5. osztálytól kezdve a 8. Ugye most jelenleg a 8. osztályos tananyag foglalkozik ezzel részletesebben. A biológia tanárok találkozóján a Magyar Nemzeti Tanács oktatási portálját Ágyas Réka és Pap Ágota mutatta be. Ez egy olyan portál, ahol szakaktívába soroltuk a pedagógusokat, azokat a pedagógusokat, akik itt Szerbiában magyarul oktatnak, és itt a szakaktíván belül kialakulhatnak különböző fórumbeszélgetések. A találkozóra az oldalra regisztrált biológia szakos pedagógusokat hívták meg. Már a történelem tanárok visszajelzése is nagyon jó volt, és mivel a történelem tanárok elvitték ezt a hírt, ebből kifolyólag most az oktatási portálon regisztrált biológia szakos tanárok közül 75%-a meg is jelenik ma itt. Én azt hiszem, hogy ez nagyon nagy eredmény, hogy a magyarul biológiát oktató tanárok 3/4-e eljön. Fontosnak tartja, hogy megismerje a mi munkánkat, illetve elmondja a véleményét.
A szakmai megbeszélésen egyebek mellett a tankönyvekről, a nyolcadikosok záróvizsgájáról és a biológia versenyekről volt szó. Egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült abban a közlekedési balesetben, amely ma 1:45 körül történt az autópálya Újvidék és Belgrád közötti szakaszán a Beskai híd közelében. Egy Fiat 500L típusú gépjármű belehajtott a leálló sávban defekt miatt veszteglő Audi A4-es kocsiba és egy Mercedes márkájú furgonba. Egy személy meghalt, egy másik állapota súlyos, ez egyébként ma már nem az első baleset a vajdasági utakon. Összesen 8 személy sérült meg 3 balesetben a reggeli órákban. Elkezdődtek a Szabadkai Építési Igazgatóság és a Vojpot vállalat nyári útjavítási munkálatai. Várhatóan hamarosan elkezdik a mostanra már igencsak balesetveszélyessé vált Szabadka és Csantavér közötti útszakasz javítását is. Itt vagyunk a Szabadka-Csantavér útszakaszon. A rajta található lukak és kátyúk évek óta gondot okoznak a gépjárművezetőknek. A gyakran csúszós útfelületeken a sofőrök rendszeresen igyekeznek elkerülni a kátyukat. Aki nagyobb sebességgel belehajt egy lyukba, könnyen kárt okozhat a gépjárművében, sőt saját testi épségét is veszélyezteti. Meni je kuća popucala zbog tih rupa. Rupa se naprave, oni dođu samo zamrže, 3 dana, 4 stoje, 5 dan nema. I to je svaki mjesec dana idu, zamržu, lijepe, šta rade, nikad da urade nogu, nikad da urade kako treba. Dražena Milašević, a Szabadkai Építési Igazgatóság útfenntartó szolgálatának vezetője elmondta, tisztában vannak azzal, mennyire sürgős kijavítani az útszakasz hibáit, azonban van egy fontossági sorrend, amit követniük kell. A direkcija je prošle nedelje dobila ugovor za letnje održavanje puteva sa kompanijom Vojput. Počeli smo sa saniranjem lokalnih puteva. Krenulo se od lokacije Đurđin-Stari Žedni koji je u najlošijem stanju što se tiče naših lokalnih puteva. Sljedeći na spisku za saniranje jeste Čantavir-Subotica. Nakon toga ćemo sanirati obilaznicu prema Paliću, a sve ostalo prema prioritetima, u stvari prijavama građana i inspekcijskim rješenjima koji smo dobili u prethodnom. Az illetékesek hozzátették, ez alkalommal sem kapnak új útburkolatot a szóban forgó szakaszok, ez a munka ugyanis sokkal több pénzt igényel. Mindössze burkolatjavítást hajtanak végre a Szabadka és Csantavér közötti úton. Rablók és gyilkosok, ez a címe a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata legújabb darabjának. A premier pénteken lesz, az előadás Friedrich Schiller Haramiák című drámája alapján készült. A magyar társulat megfeszített tempóban próbál a pénteki bemutatóra. Ez valójában a Haramiák szövege, amit Térei János írt át a mi számunkra, fordított újra, és Gáspár Ildikót kértük fel ennek az előadásnak a megrendezésére. A rendező szerint a színdarab olyan témát dolgoz fel, amely soha nem veszít az aktualitásból. Alapvető törekvésről szól az ember autonómia harcáról, ami mondjuk egy fiatalkori energia alapvetően, tehát a felnőtté válás és a hatalommal való, az autoritással való szembenállás, ennek a kezelése. Sok improvizációt és stíluskeveredést tartalmaz a darab zenéje, de az előadás minden szempontból összetett. Nagyon sok váltás van az előadásban, tehát én is játszom férfi szerepet is, és női szerepet is, úgyhogy mindenféle színt és mindenféle érzést próbálok belevinni ezekbe a szerepekbe. A színész szerint Schiller belevitte visszafojtott lázadását művébe. Mi ezt az energiát próbáljuk valahogy átadni, és hát tulajdonképpen maivá tenni, hiszen nyilván azért jó egy darab, hogyha bármelyik pontján előveszi az ember a történelmnek, az mindig aktuális, és ez a darab, ez nagyon aktuális. A maszkok ideológiai ütközéseket képviselnek, de más jelentésük is van. Az állarcnak a felhúzása, akár a betörő maszkokat nézzük, akár még későbbiekben ugye megjelenik az Anonymous maszk is. Itt valójában egy rendszer ellen, vagy nem egy rendszer, hanem ideológia, egy meglévő állapot ellen való lázadásnak a szimbóluma.
A rablók és gyilkosok bemutatója pénteken lesz 19 óra 30 perckor, ezután a Magyar Társulat a Budapesti Thália Színházban lép fel a Bolondok Tánca előadással. Az évad június közepén ér véget. Ma kezdődik a Budapesti Thália Színházban a határon túli magyar színházak szemléje. A következő 4 napban összesen 9 produkciót láthat a közönség. 2 vajdasági előadás is szerepel a repertoáron május 20-án, pénteken az Újvidéki Színház és a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Piaf Menet című előadás koncertjét május 22-én, vasárnap pedig, mint ahogy már hallották, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Bolondok Tánca című tragikomédiáját mutatják be. A szabadkai és az újvidéki előadások mellett nagyváradi, marosvásárhelyi, kassai és sepsiszentgyörgyi produkciók kerülnek színpadra. Megtartották a 21. óvodás színjátszó találkozót Kishegyesen. A rendezvényre Vajdaság 9 településéről érkeztek fellépő csoportok. Nép és dramatikus játékokat, valamint mesefeldolgozásokat mutattak be az óvodás csoportok a Kishegyesi Színház teremben. Nagyon szeretek szerepelni, és úgy készültünk, hogy sárga blúzban mindenki, meg farmer nadrágban. Az a címe a játéknak, hogy Janikovszkijéba, ha én felnőtt volnék. Sokat készültünk, meg mink vagyunk a pásztorlányok, az összes lány, csak a Szofi nem, a többi a Lúda, valaki a gazdasszony. Az idei óvodás színjátszó találkozóra Vajdaság 9 településéről mintegy 250 gyermek érkezett. A gyermekeknek ez egy nagy kihívás, és valahol egy nagyon nagy élmény, hogy találkozhatnak a Vajdaság több óvodájából gyermekekkel, és egy ilyen színvonalas rendezvényen részt vehetnek. Az óvodában, tehát egész évben tanultuk a mondókákat, a dalokat, a játékokat, és ezt egy csokorba kötöttük, és végeredményben azt hoztuk el. A magyarországi Újszent Ivánról 11 óvónő érkezett, hogy tapasztalatot szerezzenek. Szakmailag mindenféleképpen egy felemelő esemény, úgyhogy nagyon jó ötleteket lehet belőle meríteni, amit utána mindennapi életünkbe be tudunk építeni. A szemle nem versenyjellegű, de a produkciókat a szakmai zsűri értékeli, ezzel útmutatót, szakmai tanácsokat adva a felkészítőknek. És meg kell adnunk a lehetőséget a föllépésre, és ezt nagyon fontosnak tartom, és nem csak a szülő falujukban településükön, hanem kivinni, bátorítani, biztatni őket. A gyerekek amellett, hogy felléptek, különböző kreatív programokon vehettek részt, melyeket a kishegyesi óvónők készítettek elő számukra. Világvízióvá bővítenék az Eurovíziós Dalfesztivált, a verseny globális tételéről évek óta gondolkodnak, ezúttal azonban az első lépést is megtették. Egy svéd TV csatorna tudósítása szerint európai, amerikai és kínai szakemberek tárgyalnak a bővítésről. Jelenleg arról beszélnek, hogyan lehetne megrendezni a közös döntővel záródó kontinentális dalversenyeket. Az Eurovízió mintájára az amerikai víziót és az Ázsia víziót. Egyelőre nem lehet megjósolni, mikorra valósulhat meg az elképzelés. Elhalasztotta az Európai Labdarúgó Szövetség a Koszovó világbajnoki selejtezőkbe való bekapcsolásáról szóló döntését. A szervezet külön bizottságot hoz létre Koszovó és Gibraltár részvételi kérelméről a 2018-ban Oroszországban megrendezendő VB-n. Koszovót május 3-án vették fel tagországnak az UEFA-ba, majd május 14-én a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségbe, a FIFA-ba is. Ezzel az előírások értelmében jogot szereztek a világversenyeken való kvalifikációra. A döntés azonban több jogi kérdést is maga után von, ugyanis csak azok az országok lehetnek az UEFA és a FIFA tagjai, amelyeket korábban az ENSZ is elismert. Koszovó azonban még nem tartozik ezen államok közé. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Holnap tárgyal a kormányalakításról a szerb államfő és a szerb haladó párt elnöke. A Prosperitáti Alapítványnál az első kiírásban beérkezett pályázatok elbírálása a végéhez közeledik.
bőrcsomósodáskor miatt tilos a szarvasmarha és a marhahús behozatala. Észak-Bácskában nincs annyi menekült, mint amennyi tavaly volt. Éjszakánként lehet kisebb csoportokban bevándorlókat látni. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, további szép estét!